Hello, hello! Sziasztok! Remélem, jól vagytok! Uh, ma megint valamilyen szakmákról fogunk beszélni, és pontosabban. A hentes lenne a boucher. 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 Igen, boucher. Uh, az asztalos lenne a menuisier. 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 A chauffeur az hát egy francia szó tulajdonképpen, szóval chauffeur, 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 franciául kimondva, jobb. <laughs> Akkor az igazgató lenne a direktör. 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 Di igazgató. Utána jön a villanyszerelő, elektricien, elektricien,

couturière, varónő, és uh, van még a rendőr. A rendőr az a policier. Po -li -sier. Policier. Policier. Franciaországban nem csak a rendőrök vannak, hanem tulajdonképpen uh, azok, akik tényleg minden ilyen fontos dolgokkal foglalkoznak, azok um, inkább ilyen um, katonaszerűségek, vagyis nem is szerűségek, hanem tulajdonképpen katonák, de mintha ilyen rendőr katonák lennének, és az a gendarme. Gen gendarme. Gendarme. És hát igen, az a különbség a, a, rendőr meg a gendarm között, vagyis a policié meg a gendarm között, hogy hát az egyik katona is, a másik meg nem. Érdekes, tudom. Ah, így van. Franciaország. Ezen kívül emlékeztek még mindig a másik állási, foglalkozási, szakmai szavakra, amit a múltkor felraktam internetre? Na, menjünk egy kicsit gyorsan megint azokon a szavakon keresztül, amiket múltkor tanultunk. Volt az orvos. Mi volt már az orvos? Volt kettő különböző szó. Volt a hmm... Médecin, igen, médecin, meg doktor, doktor. Aztán a fogorvos, mi volt már a fogorvos? De az is D betűvel kezdődött, D. dentiste, dentiste. Aztán volt a szakács, ott is volt két különböző szó, a chef, az könnyű, nem? Chef. A másik mi volt? Cui cuisinier, pontosan cuisinier, az volt a szokács. akkor mi volt már a fodrász? Fodrász? Most így hirtelen nekem se jön az eszembe. Húha! Coiffeur! Coiffeur az a pasi fodrász. Coiffeuse az a nő fodrász szóval coiffeur, coiffeuse, akkor volt a pincér, ott is két különböző szó, a serveur, az a férfi pincér, a serveuse, az a nő pincér, emlékeztek? Akkor a cipész, az mi volt? Az egy valamilyen hosszú szó volt, emlékeztek? Kö, kó, Cordonnier, pontosan Cordonnier. És volt az az utolsó, a igen, titkárnő, az Franciaul S betűvel kezdődik, Szökréter, pontosan. És hát a szakmát, hogy kell mondani Franciaul M, M betűvel kezdődik, mé, 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 métier, métier, pontosan. Na jó, hát tudom, hogy nem nagyon szoktam így uh, megint végig a szavakon, amiket az utolsó leckében tanítottam, de gondoltam, hogy kipróbálom, ha tetszik, ha nem, akkor írjátok meg, mindegy. <laughs> Na jó, remélem, hogy tetszett ez a lecke, és nem sokára találkozunk egy másik leckén, ami remélhetőleg nem fog ennyire mozogni. <laughs> Sziasztok!